A cselekvés díjáról, vagyis a jó szolgálat díjról fogunk most beszélgetni a következő szűk negyed órában. Itt van már velem a stúdióban Tócsi Mon Ferenc, a Twikkelzicsi Mária Terézia Alapítvány képviselője és Bíró Dániel, aki az egyik díjazott. Szeretettel köszöntelek benneteket. Hello. Nézzük meg akkor egy kicsit, Dániel, még mielőtt rólad beszélgetnénk és a munkádról, hogy mi is a története, mert most idén már másodszorra adtátok át, ugye, a díjakat? Igen. Hát egyre nagyobb sikere van, hál' Istennek, ennek az ügynek, amit elindítottunk 2 éve. Abból is látszik, hogy egyre többen jelölnek, egyre több jelölésből egyre nehezebben tudjuk kiválasztani azt a néhány díjazottat, számszerűen az idén 11-et, akit hát valahogy mégiscsak ki kell választani, hogy akik magukban sűrítik valamennyire mindazt a sok-sok-sok-sok jót, meg sok-sok áldozatos munkát, amit egyébként sok ezren, vagy sok tízezren végeznek. Tudod, minek örültem, hogy itt a díjazottak névsorát látva és olvasva, azt mondhatjuk el, hogy itt a Bónum TV-ben nagyjából a fele díjazottat már vendégül láttuk, vagy rendszeres visszatérő vendégeink, úgyhogy azért nem lehetett könnyű kiválasztani a zsűrinek, vagy kiválasztani a szavazóknak, hogy kik legyenek a díjazottak. Ez hogyan zajlott? Kik döntenek ilyen kérdésekben? Egyrészt köszönet érte, természetesen. Ez a legnagyobb értékek egyike, hogy aztán, amikor kiválasztódásra kerülnek ezek a díjazottak, meg díjazásra kerülnek, akkor a jelöltek, akkor utána egy éves média kampány keretében különböző médiákban őket meg tudjuk mutatni a társadalomnak, és ilyen élő példaértékként szem előtt tudjuk őket tartani, úgyhogy ezért köszönet. A kiválasztás pedig hát valóban nem egyszerű, mert hogy hát ez pont az a területe az életnek, ahol nagyon nehéz azt mondani, hogy ki segít, mi alapján teszel különbséget abban, hogy ki segít jobban, vagy ki segít ügyesebben, vagy ki segít többet. Mind az a 700 jelölés, aki beérkezett, az összes jelölt nagyon-nagyon sokat tesz, de mégis egy szakmai stáb ezt egy iszonyúan bonyolult szempontrendszer szerint megpróbálja vérrel és verítékkel hónapokon keresztül előszűrni egy szakmai zsűrinek, ami a 7 magyar nagysegélyszervezet szakmai felsővezetőjéből áll, delegáltból, és akkor ők pedig szintén vérrel és verejtékkel megpróbálják valahogy abból a listából még tovább szűkíteni így 11 díjazottra. Nem egyszerű, de azt hiszem, hogy tavaly is és az idén is sikerrel abszolváltuk ezt, és ők sűrítik magukban a többieket is. Na hát akkor, Dániel, beszéljünk egy kicsit a te munkádról, mert most puskázom, de te lettél az évad hivatásszerűen végzett szociális munka egyéni kategóriájának a díjazottja. Igen. Egy levegővel sikerült ezt elmondani, először is szívből gratulálunk hozzá. Szépen. Mesélj egy kicsit magadra, hogy hogyan lettél, vagy hogyan indultál el itt a szociális munka irányába, vagy a szociális vonal irányába. Én nem tervszerűen indultam, én nem szerettem volna szociális munkás lenni, minden már szerettem volna, csak ez nem. De aztán a véletlen, a sors úgy hozta, hogy a katonai szolgálatomat ennél a szervezetnél töltöttem, mint polgári szolgálatos katona, és ez alatt a 15 hónap alatt egy valami kiderült, hogy valamiféle érzéken van ahhoz, hogy ezekkel az emberekkel tudjak kommunikálni, megvan a kellő alázat talán bennem, és aztán így ott ragadtam, aztán elvégeztem a főiskolát, és gyakorlatilag lassan 20 éve ugyanott vagyok a Borostyán Virág Alapítványnál. Mesélj akkor erről az alapítványról, Borostyán Virág Alapítvány merre működtök? Ez egy kaposvári szervezet, több mint 20 éve működik már. Először egy anyaotthon működtetett, aztán most már bővült a szolgáltatási körünk, és most már van krízisközpontunk, krízisambulanciánk és egy adományboltunk. Én az anyaotthonnak és a krízisközpontnak vagyok a szakmai vezetője, és gyakorlatilag 20 éve látjuk el, több mint 20 éve ezt a munkát. Elsősorban most már kapcsolati erőszak áldozataira specializálódtunk, de alapvetően még mindig az anya és gyerek a fő célcsoportunk, tehát családoknak segítünk. Egy icipici kisgyermekes anyukákról van szó, ugye az anya otthon a legkiszolgáltatottabbak, ők talán. Igen, ők a legkiszolgáltatottabbak, illetve ez egy olyan speciális ellátás a rendszerben, ahol az anyát és a gyerekét együtt tudjuk segíteni. Tehát ha bármiféle probléma van a családban, akkor nem kell azért elszakítani a gyereket a szülőtől, hogy segítséget tudjunk nyújtani, hanem itt a családok egyben tartása az egyik fő cél.
Nyilván a kapcsolati erőszak probléma körében sokszor maga a férfi partner okozza a problémát, de ebbe az intézményben egy biztonságot kapnak, és bízom benne egy professzionális ellátást. Mennyien vannak itt egyébként nagyjából, vagy hány édesanyát tudtok mondjuk befogadni? Jelenleg 34 fős az intézmény, amit idén próbálunk bővíteni 40 főre, ez amúgy a jogszabályi maximum a 40 fő intézmény férfiak tekintetében. Ez évente azt jelenti, hogy ilyen 150-170 fő fordul meg évente nálunk, tehát elég gyors a lakóink cserélődése. Azt valljuk, hogy minél gyorsabban tudunk segíteni, annál hatékonyabb ez a történet, hogy ez az intézmény segítségnyújtás ne okozzon némi intézményfüggőséget. Nézzük meg akkor még kicsit a díjnak a hátterét. Itt ugye az elismerés végül is az, amit adtok a díjazottaknak, de van benne mondjuk egy ilyen kis mögöttes csavar, hogy mondjuk népszerűsíteni ezt a pályát? Hát, igen. Természetesen több rétege van ennek az egész ügynek, ez a formája, ha úgy tetszik, hogy díj, ami fontos maga a díjazás, de ugyanolyan fontosnak gondolom azt, amiről az előbb elkezdtem beszélni, hogy egy ilyen éves média kampány keretében a társadalom előtt tudjuk ezeket a díjazottakat tartani, ezeket a történeteket valahogyan inspirálni embereket ezekkel a történetekkel, és ezeken a történeteken keresztül, meg ezeken a munkákon keresztül, amit végeznek a díjazottak, egy kicsit jobban belelásson a társadalom azoknak a közegeknek a hétköznapjaiba, problémáiba, akár csak tényleg a mindennapi működésébe, nehézségeibe, amikkel ők foglalkoznak, és ezáltal ilyen áttételesen egy kicsit érzékenyebbé váljanak az emberek. Dániel, akkor elmondtad, hogy nagyjából 20 éve a Borostyán Virág Alapítvány tölti ki a mindennapjaidat. Itt azért nagyon sok személyes történettel, vagy nehéz történettel találkoztál, ezeket hogyan lehet feldolgozni? Vagy szerintem mindenki tudja ezeket, vagy elképzelheti ezeket a történeteket. Igen, alapvetően nyilván ez egy olyan terület, ahol tömegével érkeznek olyan emberi sorsok, amelyek egyenként vizsgálva nagyon nehezek, sokszor drámaiak. De egyrészt van azért ezen a területen is számos siker. Tehát, hogy ha valaki azt gondolja, hogy ez egy kudarcokkal teli pálya, akkor az téved, mert hogy nagyon sok siker is van benne. Nagyon sok olyan esetünk van, ami pozitívan zárult, és nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk 5-10 év távlatában is lakóktól, képeslapokon, külföldről, levelek formájában, vagy bármi módon. Másrészt a siker fogalmát is át kell értékelni. Nyilván ez nem egy hollywoodi mozifilm, de apró sikerekkel is hozzá tudunk az járulni, hogy valaki újra tudja építeni az életét, vagy újra tudja kezdeni, vagy éppen egy biztonságosabb életet meg tudjon alapozni. És hogyha ebben mi csak egy apró szegmenst tudunk beilleszteni, akkor már sikeresek vagyunk. Igen, igazából ti a lehetőséget adjátok meg végül is az újrakezdésre. Bekerülnek hozzátok az édesanyák a gyermekükkel, meddig maradhatnak, vagy meddig tudjátok őket magatoknál tartani? Változó szolgáltatás függő, de alapvetően azt lehet mondani, hogy 12 plusz 6 hónap a jogszabályban meghatározott tartózkodási idő. A krízis ellátásnál, ami pedig egy ilyen azonnali segítségnyújtást ígér, ott pedig 4 plusz 4 hét, úgyhogy a kollégáimnak nagyon intenzíven kell dolgozni ahhoz, hogy ebben a 4 plusz 4 hétben valamiféle biztonságos megoldást találjunk, de ez a gyakorlat során kialakult működés, úgyhogy ez elegendő idő. Igen, és ilyenkor azért nehéz lehet, gondolom, hogyha letelik a 6 hónap, vagy letelik a 12 hónap, hogy akkor hát elengeditek végül is az anyukák kezét, de azért van valami utánkövetés, vagy fordulnak utána is hozzátok esetleg segítségért? Hivatalos utánkövetésen is lehetőség, tehát ahogy elhagyja az intézményt, mi megtesszük a jelzési kötelezettségünket, és ezt követően lényegében nincs információnk, de azért kialakul egy olyan emberi kapcsolat, meg a Facebook világában azért kialakulnak olyan csatornák, ahonnan időről időre kapunk visszajelzést régi családoktól, van, aki egyáltalán nem érez vissza, vannak, akik visszajeleznek, és nagyon sok családnak sikerült talpra állnia. Gondolom, ez a legnagyobb öröm igazából a munkád során, amikor így látod, hogy sinem vannak, és hogy folytatni tudták, vagy újra tudták kezdeni az életüket. Mit szóltál a díjhoz egyébként? Tudtad, hogy neveznek?
Nem tudtam, hogy neveznek, és nagyon nagy meglepetés volt számomra, egyrészt nagyon nagy megtiszteltetés is, tehát nagyon örültem neki, de még inkább örültem annak, hogy a díjat követő egy évben az alapítványnak ezt a fajta misszióját tudjuk kommunikálni, hogy ismertebbé válik az alapítvány, hogy minél többen megismerik a munkánkat, úgyhogy ez egy csodás dolog. Mit szóltak egyébként a díjazottak? Gondolom itt voltak, akik gondolom tudták, hogy nevezték őket, vagy elmondták nekik mondjuk a kollégák, hogy nevezték őket, de azért sok meglepetés születik ilyenkor, nem? Igen, de alapvetően azt hiszem, hogy nem nagyon tudják a díjazottak, vagy most, ha így visszagondolok, akkor azt hiszem, hogy senki nem mondta, hogy jaj, hát igen, tudtam, hogy jelölnek, tehát ez mondjuk nekem nagyon tetszik, hogy a saját környezete ilyen észrevétlenül így kiemel valakit vagy valamit, ez ugye lehet személy is, meg szervezet is. Nyilván mindenki nagyon örül, és mindenki elsősorban annak örül, hogy egy kicsit, amiért mi is csináljuk, hogy egy picit jobban reflektorfénybe kerüljön a tevékenység, vagy hát a magunk eszközeivel ehhez tudunk így hozzájárulni. Itt mondom el, hogy szeptembertől lesz egy, ugyanúgy, ahogy tavaly volt, egy szabadtéri kiállítás, ami aztán elindul az országban körbe-körbe karikába, és ezt nagyon, nagyon jó kezű, jó szemű, tehetséges fotósok készítették, hónapokon keresztül járva föl az országot, és többször mindenkit meglátogatva, és az ő munkájukat, hétköznapjaikat egy kicsit dokumentálták, és ezekből készül egy nagyon szép anyag. Akkor a Dánielék munkájából, a Borostyán virágból is egy abból kicsit is betekinthetünk. Lesz, abba is betekinthetünk, és mindenki más munkájába is, és hónapokon keresztül különböző vidéki nagyvárosok főterein fognak ezzel emberek, reméljük milliói, találkozni ezzel az anyaggal és az ő munkájukkal. Itt még gyorsan annyit megjegyeznék, hogy ugye Dániel hivatásszerűen végzi ezt a fajta munkát, de itt azért önkénteseket is díjaztatok. Az is benne van ám ebbe, én tudom, hogy itt az önkéntesség kultúráját egy kicsit fel kellene pesdíteni, vagy próbáljátok ti is felpesdíteni az országban. Igen, hát ez nagyon fontos, ugyanolyan fontos, azt mondhatjuk, mint a hivatásszerűen végzett munka. Tehát ha abból inspirálódok, amit akár a Dánielék is csinálnak, vagy bármelyik más díjazott, utána rögtön egy olyan példát is láthatok, hogy a saját eszközeimmel hogyan lehetek szociális munkás, úgyhogy nekem nem kell szociális munkás szakra járnom, és nem kell valami intézményrendszerbe ezt az egészet betagozni, hanem a szabad időmben, a saját eszközeimben, a saját környezetemben észrevett problémákra milyen módokon reagálhatok, és erre nagyon jó válaszokat adnak az önkéntesek, szervezetek is, és egyének is, akiket díjaztunk, civil közösségek. Úgyhogy reméljük, hogy ezek a példák nagyon-nagyon sok ember fognak inspirálni. És mindenképpen ott az is egy haszn, hogy hozzájuk is sokan csatlakoznak folyamatosan azóta ennek a hírére, hogy megismerik őket. Reméljük, hogy ez így lesz. Nem véletlen, hogy te azért erre az útra vagy erre a pályára kerültél. Itt, ha előre tekintünk mondjuk a következő 20 évre, akkor azért vannak tervek, de gondolom vannak terveid a következő fél évre is, ha az intézményt nézzük. Persze, vannak tervek. Folyamatosan szeretnénk bővíteni a szolgáltatásaink körét. Ennek egyrészt van anyagi oka, tehát hogy minél hatékonyabb, minél nagyobb egy szervezet, annál hatékonyabban működtethető, illetve minél szélesebb körű szolgáltatást szeretnénk nyújtani a célcsoport tagjainak a számára. A januárban megnyíló krízisambulanciánk pont azt a célt szolgálja, azoknak tudjunk segíteni, akiknek még intézmény segítségre bár nincs szüksége, de információra, pszichológusra, jogászra igen, és ez egy teljesen ingyenes, alacsony küszöbű szolgáltatás. És hát nagyon nagy a forgalom. Hát sok sikert, jó munkát, sok erőt kívánunk a következő évekhez. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és akkor jövőre ugyanitt. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.